Reggel én is szoktam mesét nézni, de nem ilyen babásat. Azt ne gondoljátok rólam, ezt csak azért indítottuk be, mert a Jakab ezt akarta. Köszönöm, Samu. Most az unoka testvéreimmel fogunk beszélgetni. Na, mi folyik nálatok? Hol vagyok a parba és nyilazom? Legyél olyan, mint Robin Hood! Figyelj! Puff! Milyen fényképezőt van? Ez az apának a munkájába hoztuk még, amikor nem volt kiárási tilalom. Fényképezi a Szamó. Jaj, de be... Szinte egy lélek sincs az utcán, csak az a lélek ott, nem tudom, látjátok-e? És azt tudjátok, miért van? Azért. Mert karantén van. Házia van még a Samunak. Van még matek házid is, Samuka, most küldte a Gabi néni. Nézd ki kérlek szépen a tankönyvedet, az 54. oldalon. Potold az ábráról írt összeadások, kivonások, hiányzó számait. Nézd, Samu, ilyen házit küldött a Zsolt bácsi, el kell innenteni a szerencsekereket. Ez Magyarország, megpróbáltam lerajzolni. Ez Afrika. Ez Madagaszkár. Ez szinte mindenki tudja, Izrael. New York-i szabadságszobor. Ez azért volt könnyű, mert ide van írva, hogy számlás 0-tól 14-ig. És itt mindennek a vége 14 lesz szinte. Nagyon-nagyon hiányoztak, nagyon várom már, hogy újra együtt lehessünk, és újra együtt tudjunk tanulni, együtt tudjunk alkotni. Szeretnélek megkérni arra, hogy rajzold le azt, ahol te éppen tanulsz. Attól függ, honnan számolunk, igaz? Ha visszafelé számolunk, igen. Ne akarja folyton okosabb lenni, mint én. Nem, mások próbálom. Csak pofára esnék. Jó munkát kívánok nektek, hajrá, hajrá, sziasztok, puszi! Sziasztok! Hogy a szórom bele? Segítek. Semmit nem esznek meg a gyerekeim, rohadt válogató, sem tudtálok főzni, és ötletem sincs, hogy mit főzzek. Én is szeretem. Ezt az egészet kap be. Megkértek sajtót. Mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy ne kelljen kimennünk az utcára. És mindjárt kértek cukit, hogy esek tésát. De vannak bogyók, kanyar, tudod? Kiveszem mindjárt. Bolyót ne egyél, de ezen például nincs egy darab bolyó sem. Akkor nem lesz csoki. De. Ezen nincs golyó, hol van golyó? Mutasd meg! Ott ezek, hol a golyó rajta? Itt van. Leszedtem. Leszedtem. Miskül az orrodba nyomom. Puszi.
Megpuszít a tészta. De van golyója, tudod? Nem tudom. De van golyója. Csata, semmi golyó. De itt van a tészta. Hol? Mutasd meg, hol a golyó? A fára. Én majd ellátom őt élelemmel. Golyó, a fejed a golyó. Itt a számítógépezik. És megmutatom, hogy mit rajzoltam. Ez egy számítógép, mert nekem nincs számítógépem, és hogyha nincs, akkor rajzolok magamnak. Ez pedig a képernyő pontja videóról. Ott pedig font, amit lehet beindítani Netflix. Csak mondok valamit, hogy ti is tudjátok már, hogy már meguntátok azokat, akikkel most együtt vagytok zárva. És olyan annyira meguntátok, hogy már nem is veszitek észre, és magányosak vagytok. Mert én az vagyok. Én magányos vagyok, hogy nem tudok senkivel játszani, csak a Jakabban. Jakab ezt szokta inni, amikor felébred. Samu, amikor iskolába jár, minden nap legalább 2 órát rohangál az udvaron, és heti 3-szor vízni jár. Muszáj mozognia. Így aztán karantén első napja óta minden nap tornázunk. Épp a fehér lófiát nézzük. Nekem ez nem tetszett, mert alig lehetett valamit látni belőle, annyira színes volt. Majd nézzétek meg, szerintem, mert amúgy jó is volt. Azért volt ilyen csokis a szám, mert csokis süteményt tettem. Elkezdett a vacsora idő. Ahogy látjátok, 3 tükörtojás, nekem még egy fél fogára sem elég, csak az abban, mert nem szokta engedni, mert túl sokat eszek. Általában, de mindig letornázom. Most elmegyek pancsizni. Vadulás! Trójai háború. Azt fogjuk olvasni. Dia vetítőben. Az ostoba Páris meg közben elrabolja a király feleségét Helénát. Azok a görög istenek, az Olimposz lakói. Hát ilyen volt a Samuel egy napja a karanténban. Remélem élveztétek, kedves nézők. Jó éjszakát! Bármi véleményetek van erről, akkor írjátok meg kommentben. Viszlát!